Elhunyt sportársukra emlékeztek meg a Sese öregfiúk tagjai a csapat utolsó, rendhagyó, évadzáró ülésén. A megemlékezést követően törzshelyükön üléseztek, ahol összefoglalták az elmúlt esztendő eredményeit. A gyöngyösi, a fülekpüspöki és a salgótarjáni baráti csapatok között zajló torna nyertese 7 ponttal gyöngyös csapata lett. Még az öregfiúk 4 ponttal a második helyen végeztek. Szikora György a hazai csapat elnöke adta át az Antal József Vendorsserleget az ezévi bajnok csapatnak. Az éves beszámolókból az is kiderült: Idén hét győzelemmel 16 mérkőzést játszottak az öreg fiúk. A csapat legeredményesebben júniusban és júliusban szerepelt. Ebben az időszakban született a legtöbb győzelem. Az elnöki, valamint a titkári beszámolókat követően jó hangulatú beszélgetésekkel és vacsorával zárták az estét, készülve a jövő évi bajnokságra.